egy videóklip az erózióról, ami nagyon inspiráló ebben a klipben, túl azon, hogy tökéletes a képi világa, és szerintem nagyon, nagyon komoly vizuális ingereket oszt, az magának az eróziónak a fogalma, hogy mi is ez, és hogy mi zajlik. Az például nekem viszonylag nehéz volt felfognom, amikor először megértettem, hogy a tenger part az ugye van a sziklás tengerpart, meg a kavicsos, meg a homokos. Valójában a homokos tengerpart az egy nagyon régi tengerpart, azért van homok, mert ott is sziklák voltak, csak a tenger az feldarabolta a sziklákat, és homok lett belőle. A kavicsos az fiatalabb, a sziklás az meg a legfiatalabb. Tehát tulajdonképpen addig csapkodta a hullám a sziklát, amíg felőrölte akkorára, ami a homok, és abból van ma a homokos tengerpart. És ha belegondolok abba, hogy az egész világunkkal ez történik, akkor vagy nyomasztó gondolat. Szóval sokszor gondolkodom azon, hogy mi a por, és hogyan képződik a por. Mert az én számomra ez a sztori, ez nagy részt erről szól, amit itt láttatok. A por az valójában a széteső világunknak a hordaléka. Amikor minden egyszerűen, ami körülvesz minket, az zuhan szét. Egy hatalmas nagy erózióban van. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy héten keresztül, vagy két héten keresztül nem törölsz port, akkor így végighúzod az ujjadat a polcon, és akkor látod, hogy ott van valami por, az valami kosz. És az hogy kerül oda? Tehát, és honnan termelődik újra? És így valójában arról van szó, hogy erre a kérdésre azért nincs válasz, mert minden, ami létezik a világunkban, az abból leszakad az a valami, és az a por, az maga a por. Tehát ez azt jelenti, hogy én fogok egy ceruzát, fölemelem, átviszem a terem másik végébe, lerakom ott, és az kevesebb ceruza, amit lerakok, mint amit itt felemeltem. Tehát egyszerűen az alatt, amíg innen oda viszem, rengeteg ceruza leesik róla. Lehull róla. Tehát esik szét. Maga a ceruza is, csak nincs olyan pontos mérlegem, amivel a különbséget a szobának ebben a végében és a szobának abban a végében mérni tudnám. De ettől még folyamatosan esik szét körülöttünk az egész világ, minden, ami van, minden, ami létezik, az folyamatosan hullik darabjaira, és amikor ez lerakódik, akkor úgy hívjuk, hogy por. És persze annyi a dolgunk vele, hogy töröld le, tehát ne a fasságon gondolkodjál. Engem mégis kurvára nyomaszt ez a tény. Én úgy képzelem el ezt a világot, hogy van egy mátrix, és a mátrix az maga a fizikai világegyetem, vagy a fizikai multiverzum, vagy tök mindegy, általam észlelt világegyetem, amelyikben általam ismert legfőbb szabályozó elv az a hőhalál, ami ugye azt jelenti, hogy minden test a legalacsonyabb energiaszintre törekszik, vagy lehet úgy is mondani, hogy minden dolog széthullik. És ebbe a rendszerben van egy vírus, van egy hack, meg van hackelve a Matrix. És ezt a hackkelést, ezt úgy hívják, hogy biológia. Ugyanis a biológiának fizikailag semmi értelme nincsen. Tehát annak, hogy valami fejlődik, evolválódik, annak fizikailag semmilyen értelme, sőt, leginkább magyarázata sincsen. Azt nagyon nem szabadna egy dolognak csinálnia, hogy folyamatosan fejlődik egyre komplexebb formákká. Ezt nagyon nem szabadna neki csinálnia. Pont, hogy fordítva kéne neki működnie. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a biológia, ez ilyen vírus természetű dolog egy rendszerben. Olyan, mint ha valaki meghackelte volna a szisztemet, és abból lettünk volna mi. Csak az a baj, hogy nem uralta le a hack, még nem uralta le a rendszert, még mindig csak egy vírus. Ezért működnek rá még az előző rendszernek a szabályai, és nem is nagyon tud neki ellenállni. Ezért a biológiai rendszer az folyamatosan küzd a fizikaival, és előbb-utóbb, legalábbis egyelőre, folyamatosan vesztésre áll. És azt gondolom, hogy ez nyilván egy ilyen nagyon alap észlelése mindenkinek, hogy nem csak, hogy mulandóak vagyunk, de minden dolog folyamatosan korrumpálódik. Azt gondolom, hogy nem csak erodálásról van szó, hanem korrupcióról is. Tehát a korrupció az kiterjed arra is, hogy minden dolog elromlik, meg arra is, hogy minden dolog megromlik.
úgy általában. És ez ellen kell harcolni. És nekem még egy dologért fontos ez a klip. Azt gondolom, hogy valamit, amit az irodalomban én nagyon szerettem, a Boris Vian Tajtékos Napok című művét tartom a legnagyobb regénynek a Földön. Amit ott a Vian megcsinált, úgy érzem, hogy ott is ez történik, vagy itt is ez történik, hogy gyakorlatilag a főhős környezetének a változásával mutatják be a főhős érzelmi állapotát. Tehát abból látod, hogy mi történik a másikkal, hogy milyen környezetben van éppen. És ez egy nagyon jól működő vizuális meg művészi eszköz, és szerintem nagyon igényesen van megvalósítva. Darcy Prendergast ízlését dicséri a klip, mert hogy ő egyébként ausztrál Melbourne-i animátor és filmrendező, aki a klipet jegyzi. Talán érthető volt, talán nem, amit a kollégám mondott, nekem se elsőre esett le. Arról van szó, hogy a biológia az folyamatosan egyre kiterjedtebb, egyre nagyobb, egyre több akar lenni. Tehát úgy, igen, és bonyolultabb. Tehát arról beszélünk, hogy látunk egy fát, amelyik növekszik, és minden, ami létező, az egyre nagyobbat, egyre többet akar harapni a levegőből, egyre több és nagyobb akar lenni. Ez a biológia természete. És ezzel áll szemben a fizika természete, amely meg folyamatosan, most a fizikusok úgy fogalmazzák ezt meg, hogy egyre kisebb energia szintre törekszik, valójában arról van szó, hogy egy szétesés, egy széthullás folyamatát mutatja. Tehát miközben a világunkban két mechanizmus zajlik párhuzamosan, a fizikai mechanizmus, amely egy zuhanás, és a biológiai mechanizmus, amely meg egy előretörés. És ezek harcolnak egymással. Tehát hogy a világban a fizika és a biológia egy nagyon-nagyon kemény harcban van egymással, és a vallás tulajdonképpen nem más, mint az az állítás, hogy a biológia áll nyerésre, az ateizmus meg nem más, mint az az állítás, hogy a fizika áll nyerésre. Hogyha ez érthető. Lépjünk is talán tovább, és beszéljünk az In Excess The Gift című számáról is klipjéről. A számot is nagyon kedvelem, a klipet is nagyon kedvelem, meg egyébként az In Excess-t is kedveltem, amíg létezett, és nagyon örülök, hogy nem folytatták a Hutchins nélkül, mert az valami szégyen, ami például a Queen-nel történt, hogy most van valami Queen, ahol a gitáros meg a dobos valami semmire kellővel ott, aki ott énekel, és vannak új dalaik is, és a pofám leszakad, hogy könyörgök, örüljenek, hogy élnek, örüljenek, hogy egészségesek, meg hogy heterók, és csináljanak egy zenekart, ne Queen-nek nevezzék. Szóval, na mindegy, a pofám leszakad, és nagyon örülök, hogy az In Excess az befejeződött, mert hát azért a Hutchins meg az In Excess nehéz egymástól külön választani, vagy egymás nélkül elképzelni. Egy valami biztos, hogy én amikor legesleg először láttam az In Excess-nek a The Gift című klipjét, akkor teljesen lefostam a bokámat, hogy pontos legyek. Úgy akarom felidézni, tehát nem egy ilyen költői képet akarok, hanem hogy ami akkor is ott történt, tehát így akarok fogalmazni. Hogy így, úristen, ez de nagyon kemény, és de nagyon progresszív, és de nagyon erős. Tehát hogy valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős, és nagyon keményen, az én számomra nagyon keményen médiakritikus, és nagyon sokkoló, és nagyon kiábrándító, és olyan volt az egész klip, amikor láttam, mintha pofán öntöttek volna egy vödör vízzel. Tehát ilyen nagyon-nagyon kemény inger, és nagyon-nagyon erős élmény volt a számomra, és azóta is folyton rendszeresen újra meg újra próbálok rákeresni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Egyébként általában elmondható ezekről a klipekről, hogy a mi tetszésünk és a Viacom nevű nemzetközi szórakoztató multinacionális trust tetszése az fordított ottan arányos egymással, tehát az azt jelenti, hogy mi általában azokat a klipeket ajánljuk itt nektek, amiket ők betiltottak. Hát ez sem kivétel, ezt a klipet is betiltotta a Viacom. Kifejezetten holokauszt és öbölháborús jeleneteknek a láttatása volt az oka annak, hogy a Viacom nem kedvelte ezt a klipet, de tehát, hogy ez a nagyon súlyos, hogy ők egyébként kajálták az In Excess-t, és folyamatosan ott voltak a Video Music Awards-okon, meg stb. Olyan klipjeikkel, amik hát jók voltak, de nem annyira. És megcsinálják a legjobb klipjüket, és az MTV, amikor éppen oda kéne adni nekik a nagy díjat, akkor letiltja a picsába. És ez mutatja azt, hogy annál, hogyha odaadják neked a Music Awards
Oscar-díj, Nobel-díj, vagy bármilyen egyéb díjat, csak egy nagyobb dicsőség van, hogyha nem engednek be az átadóra. Tehát, hogy annál csak egy nagyobb dicsőség van, hogyha kizárnak a nem tudom én a Tudományos Akadémiából, vagy nem, tehát valami, tehát annyira előttük jársz, hogy nem a díjat adják neked oda, hanem nem engednek be. Ez a legnagyobb dolog, és ez mutatja azt, hogy valami igazán progresszív, hogy az MTV-ben ezek a majmok, ezek nem hajlonganak előtte, hanem kereszteket hánynak, miközben nem is hisznek igazán semmiben, nem tudom, hogy hánynak kereszteket, ilyen dollárjel alakú kereszteket hánynak, és letiltják a picsába a klipedet, ami pedig annyira kurva jó, hogy valamikor 15 év múlva, amikor már semmi nem lesz belőled, Michael, akkor majd valahol Magyarországon ezt megmutatják, és azt fogják mondani róla, hogy a 35. legjobb videóklip valaha.